Na, miért is ír, hogy is hívják, mit találtál? Kérlek szépen, azt olvasgatom, illetve hát most ugrottam a Népszavára, mert a 24.hu ír róla, de a Népszava írta ezt meg, és ő rá hivatkozik, úgyhogy majd ott elolvasom teljes terjedelmébe, hogy érzékeny személyes adatokat kell megadni a vakcina regisztráció során, vagy vakcina információs oldalon, és azt hittem, hogy én vagyok túl érzékeny erre, mert tegnap rámentem erre az oldalra, és hát gondoltam, megnézem, hogy mi újság. Aha, ugyanígy jártam én is. Elriasztott, tehát ahhoz képest, ugye, hogy az oldal is azzal kezdődik, hogy az égvilágon semmi plusz nem jár jószerűen azért, mert te itt regisztrálsz, annyi, hogy információkat kaphatsz első kézből. Nekem ez még nem derült ki belőle elsőre, tehát nem egyértelmű, és még az adatvédelmi szabályzatot is ilyen furcsán éreztem magam, és elkezdtem átolvasni, de abból sem lettem okosabb. Igen, szóval én úgy érzékeltem, mert hogy ott az van, ugye, hogy más fontossági sorrendek fognak dönteni. Tehát az ott van, igen, az világon. Regisztráltál, és akkor na mindegy, szóval eléggé kevésnek éreztem az előnyt ahhoz, hogy ennyi adatot megadjak, és még úgy döntöttem, hogy tovább tűnődök. Na hát erre mit ad Isten, hogy a Népszava pont ezzel foglalkozik, hogy érzékeny adatokat gyűjtenek a vakcina váróktól, és akkor még plusz ugye a tisztiorvos szavai is ilyen furcsán hangzottak, és kételyeket támasztottak az emberbe, úgyhogy én magam elriadtam ettől, de mondom, a Népszava is ezzel foglalkozik, és elég furcsa összefüggések derülnek ki. Azt meg a 444-en olvastam ebbe az ügyben, hogy ki, hogy miképp van benne ebbe az oldalüzemeltetésbe, hova mennek az adatok, úgyhogy egyelőre én még nyomozok, és olvasom ezeket a cikkeket a népszava.hu, meg a 444-en is, hát a tisztában látok. Igen, ezt a sajtó elkezdte fölgöngyölíteni, szerintem a HVG kezdte szerintem valamikor tegnap délután, aztán szépen végigmegy, hogy hova jutnak az adatok. Mi azt a megoldást választottuk családilag, hogy egy regisztrálás és egy nem regisztrálás, és meglátjuk, hogy lesz-e bármiféle jelentősége, illetve lényegében teszteljük is, hogy mire használják az adatot attól, aki regisztrált, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Aztán a Világgazdaság címlapját elvitte Nagy László Nándor kolléga, aki a hogy hívják ezt? Milyen hitelesítés ez a két erős ügyfél hit? Erős ügyfél hitelesítés, amit ugye két lépés. A két lépcső is, ugye? Ahol én már elvesztettem a fonalat, mert egyszer már bevezették, akkor ugye sokan átálltak rá, aztán meg mintha elengedték volna a bankok, utána összevisszaság volt, tehát hogy szolgáltató függő volt, mint kiderült, hogy ki az, akinél plusz még SMS küld a rendszer, hogy tudjál internetes fizetést eszközölni, ki az, akinél nem. Legutóbb, hát pont a szüleim vannak gondba, ugyanis a technológiai fejlettségük nem érte el azt a szintet, hogy SMS-t tudjanak fogadni, és kitartó próbálkozásaim ellenére sem sikerült ezt megugrani, úgyhogy most a mobiltelefon feltöltéssel gondjaik vannak, úgyhogy képzeld, úgyhogy ismét egy tanfolyamot fogok kitalálni, vagy ismét próbálkozok majd valamivel, csak ugye... SMS-fogadó képző tanfolyam. Hát vagy nem tudom, de most már lehet, hogy akkor ugye átugorjuk, ugye, mint az afrikai országokban, ahol átugrották a bankkártya használatot, és ugye kimaradt egyből a mobilra mentek, ott kimaradt egy fejlettségi szint, erről tök érdekeseket beszélgettünk ugye többször is. Hát lehet, hogy már az okostelefonnál a telefonra kéne a apukámat rászoktatni, mert ott tényleg csak le kell húzni az ujjával, rányomni egyet, és akkor ez működik. De az, hogy minden egyes telefon feltöltésnél, mert hogy ugye eddig is az volt, hogy az egyik számlájukat akkor én kezelem, és hozzám jön az SMS, és akkor fölhív, hogy mi az a szám, ami jött, és akkor így megy a töltés, hogy elég hülyen néz ki. És egyébként hallottam egyébként, hogy sokan az idősebbek közül panaszkodnak erre, hogy ezt nehezen tudják megugrani, meg próbálták volna kikerülni ezt, hogy más megoldás legyen, de olyan bank is van, ahogy olvastam, ahol még az SMS is kevés, azon kívül még az internetbankos, tehát igazából tényleg szigorítások vannak, és nekünk, meg nyilván nálunk fiatalabbaknak ez egy mozdulat, tehát tényleg mindenki átköltözik a mobilbankra, és tényleg tök egyszerű. Jön egy üzenet, lehúzod, rákoppintasz, rányomsz a új lenyomat olvasóval, és akkor ment, és avonosítás megvolt, a dupla avonosítás, vagy a még szigorúbb, de tényleg akiknek ezek a
Ezek a rendszerek nehézsége. Igen, van akinek ez sok, mondom, mi is valahogy küzdünk vele, hogy hogy lehet akkor ezt áthidalni a kis technológiai fejlesztéssel családon belül. Na, minden esetre a világgazdaság körképéből kiderült, hogy erről szó, hogy fölkészültek, és mindenki a mobil applikációt ajánlja, ugyanakkor az internetes vagy telefonos jelszó, egyszer használatos SMS kód is alternatíva lehet, de hát ezt próbálják a legkevésbé kínálni a bankok és a mobilra szoktatni, gyorsabb, egyszerűbb mindenkinek, ügyfélnek is, banknak is, de hát van, akinél meg nem lehet. Úgyhogy a kereskedőknek is lépniük kell, hogy megfelelhessenek a szabályozásnak, tehát eddig volt ez a végig a türelmi időszak, januártól most már, hogyha az ügyfél ezt nem tudja produkálni, akkor a banknak nincs döntési lehetőség, akkor vissza kell utasítani a tranzakciót. Mondom, ennek a részt leír, hogy ki hogy reagált, és ki milyen megoldást választott, szerintem fogunk még beszélni a következő időszakban. Hol is tartottam, kérlek szépen? Ja igen, hogyha már azokat a kollégákat idézzük, akikkel szoktunk beszélgetni az adásban, és akkor jöjjön Csabai Karcsi, kérlek szépen, az M4.hu-n az Egonnak a lakástakarékjával foglalkozik, ugye mi beszámoltunk róla, mi is pont Nagy László Nándorral beszélgetve, ugye az Egonnak a kivonulásáról, ugye eladta a magyarországi, meg itt a közép-európai működését, és ennek esett áldozatul az Egon lakástakarék pénztár is, illetve ez már korábban elindulhatott, mert hogy befejeződött a végelszámolása ennek a pénzintézetnek, erről számol be a mai cikk, úgyhogy ez nem biztos, hogy a tulajdonosváltással függ össze, inkább a lakástakarékoknak a megszűnésével, ugye, amit 2018-ban történt, és hát azóta gyakorlatilag a számlák fenntartása folyik. Az Egon lakástakarék számláit az Erste vette át egyébként, és egyéb részletek is kiderülnek a cikkből, illetve hát arról, hogy hogyan működött ez a pénzintézet, és mikor, hogyan lett vége a lakástakarékpénztári konstrukciónak, mert már úgy vége, ugye, hogy nem lehet újat kötni, a meglévő állományok kifutnak, onnantól teljesen megszűnik ez a konstrukció. Uh-huh. Azt akkor nézzük gyorsan még a hallgatókat. Azt mondja, hogy a covidos képmutató fejtegetése az Ácsnak nálam reggel kiverte a biztosítékot. Hát kíváncsi lennék, hogy ebben mi volt a képmutató fejtegetése. Ja, hogy mi a francia tudott minden felé, miért nem kommunikálja, maradja popódon otthon. Hát egyrészt kifejtettem szerintem elég részletesen erről a véleményemet, azzal lehet vitatkozni, azt meg is köszönöm, hogyha azzal vitatkozol, tehát ha egy olyan járaton, olyan országba, ahol teszttel engednek be, teljesen tiszta, miközben nálunk az egyik legfertőzöttebb, mi a egyik legfertőzöttebb ország vagyunk, és letesztelt emberek ülnek föl egy repülőgépre, ahova kihaladok, mit tudom én, gépjárművel, és senkivel nem találkozom, akkor ez igazából miért növelni a fertőzés kockával? Tehát mellesleg... Amiről mellesleg... statisztikai bizonyított, hogy repülőgépen beszedett fertőzés a mai napig nincs regisztrálva például. Rövid távon, a hosszabb utakon találtak. Igen. Hát én most te relációdban gondolkodtam, hogy elműködést, igen, tehát ezt hozzá kell tenni. Igen, és nyár óta egyszer, igen, sikerült elutazni Európa legtisztább szigetére. Enkérek elnézést, de mondom, én ezt már kifejtettem, ráadásul el is mondtam teljesen publikusan, úgyhogy nem igazán értem ezt a... Ha esetleg részletesen kifejteni hallgatok, akkor talán érteném, hogy mi ezzel a problémája, és miért lennék én képmutató. Azt mondja, hogy statisztikai adatok szerint hosszú távon mindenki halott, köszönjük szépen valóban. Igen, John Maynard Keynes-t idézte a kedves hallgató. Igen, csak mondjuk talán értem, értjük, csak talán pont nem ide való arra, tehát nem arra vonatkozott, amiről beszéltünk. Azt mondja, hogy morgás, igen, ezt többen írják, hogy igazából a főmorgás az lehetne, hogy nem választhatunk a vakcinák közül. Hát ennek a kommunikációja az, ami igazából tegnap egészen elképesztő volt. Tehát miután a Müller Cecília elmondta ezt az információt, és megírta mindenki, de egyébként függetlenül attól, hogy éppen hova sorolódik az adott média termék, utána a sajtóközpont nekirongyolt és fake news álhírtelesztésre vádolt néhányat, aki megírta pont ugyanazt, mint amit a mindenki a sajtóban, mert hogy nem találták ki. Miután eléggé egyértelmű, hogy mi történt, ott van szó szerint, bárki elolvashatja és láthatja, hogy azt írták le, amit mondott,
a tiszti főorvos, kb. Azzal vádolták meg, és fake news-oztak, hogy miért nem találták ki a gondolatát, hogy ő nem úgy gondolta. Ja, igen. Nagyjából, de egészen érthetetlen és morbid, szóval nagyon furcsa, mi történt. Minden esetre ennek az a vége, hogy erre érkezett egy megnyugtatás legalább, hogy lehet majd választani a vakcinák közül, majd, hogyha ideér, és hogy Mülleceti arra gondolt, hogy most nem lehet választani a nulla közül, tehát a nincsből nem lehet választani. Nem ezt mondta, de hogy erre gondolt, legalábbis a utolagos sajtóközpont magyarázat szerint, és aki nem értette ezt meg, az fake news. De csak kettő szájtnak szánták ezt, az összes többinek, mondjuk a kormány által üzemeltetett szájtoknak nem, úgyhogy ez is egy érdekes dolog volt tegnap. Mindenesetre a legfontosabb info az, hogy újabb ígéret van arra, hogy lehet majd választani, aki be akarja oltatni magát. Úgyhogy ezzel a jó hírrel zárhatjuk be. És akkor szerintem, igen, itt kimentettem a következő muzsikát, mert az nagyon jó lesz, mert most át kell, hogy ugorjuk, mert hogy jön a tőzsde. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Te ezekkel az átugrós trükkökkel mindig meg tudsz lepni, kérlek szépen, mert ugye én a zenék alatt készülök, mint rendes derék felkészült műsorvezető, és ilyenkor meg csak kapkodom a fejemet, hogy hova én meg figyelem. Én meg egész nap nézem, hogy be tudjak róla. Hát annyira nem. De én igazából... is nézem, de azt nem tudom elmondani, hogy 457,66%-kal emelkedett a BUX egészen addig, amíg nincs egy ilyen kis súgókám, amit most megnyitottam, kérlek szépen, és a napi.hu segedelmével tudok pontos értékeket adni a hallgatóknak. Tehát ekkorát ugrott fölfelé a mutató. Ez 1,2%-os emelkedés, 39.656 pontos plusz. És a vezetők közül, ha jól emlékszem, az OTP hasított nagyon, 2,5%-kal 12.300 forintra emelkedett, de a Richter Gedeon menetelése is töretlen, 1,2%-kal 7.550 forintra nőtt, ugye itt még az a többlet, hogy a Richter van egyedüliként új csúcson a négy vezető részén közül, úgyhogy a legjobb bőrben lévő hazai blue chipünkről van szó. A Magyar Telekom az 50 fillérrel csökkent 382 forintra, a MOL pedig 4 forinttal gyengült 1998 forintra, ez 2,1%-os mínusz. Én Amerikából csak apró érdekességeket emelnék ki, mert lehetne Magnóról is játszani, tehát nagyon rossz adatok jönnek továbbra is a járvánnyal kapcsolatban Amerikából. Erre történelmi csúcsra megy újabbra a tőzsde, tehát továbbra is senkit nem érdekel, hogy most mi történik, tehát bármilyen hírre emelkedés van, mert hogy jövőre minden jó lesz, és hogy ez kitart. És az amerikai sajtóban is nagyobb terjedelmet kap az, hogy amit lehetett tudni, mert hogy már múlt héten bejelentették, hogy beoltották Angliában az első hát nem betegeket, hanem ilyenkor kinek minősülnek, amikor beoltanak valakit? Még csak páciensnek sem. Akiket védünk. Mi itt a szakszó? Polgárokat. Polgárokat, igen. A koronavírus ellen. Pfizer emelkedett 3,2%-ot, BioNTech 2%-ot. Minuszban kezdtek a tőzsdék, és az volt a várakozás, hogy lefele mennek, majd pedig nagyon lassan, de azért egész nap végig emelkedtek Amerikában ismét. És akkor így mentek ki csúcsra. A mérték az érdekes, ezzel a Nasdaq idei emelkedése átlépte a 40%-ot. Tehát ilyen egészen történelmi mértékű pluszok vannak ebben az érdekes koronavírustól terhelt évben Amerikában, mármint a technológiai tőzsdén, és azért ezt egy szűk részvénykör vitte ennyire föl, azt persze tudjuk. A Russell 2000, a kispapírok indexe, 2000 kisebb cég, teljesítménye megelőzte az S&P-t, már elérte a 15%-ot, miközben az S&P is 14,6%. Ez még egy apró érdekesség. Úgyhogy nagyjából ennyit lehet hozzátenni, tehát igazából újabb csúcs, amit az elmúlt napokban, hetekben látunk, semmi nem változott Amerikában. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na, mit írtak a hallgatók még, mert hogy közben lemaradtam az elejéről. D. Kartás megírta, hogy
hogy a tegnapi technikai kihagyás után újra jelentkezett ő a szokásos időben. Szokott útvonalon végighaladt, ideális forgalmi viszonyokról tudott beszámolni Gödről Pestre, minden szakaszon alig 24 perc a menetidő, tehát Zugló Hermina mezőre. És mit írt a szerelmes futár? Csepelről Gödöllőre jól lehet haladni, rohanás, és remélem látok nyuszit, hogy ez még nem tudjuk, hogy akkor összejött. Tegnap sehol egy nyuszi volt, most meg talán kicsit késve indulhatott, mert még azt megelőzően írt, hogy kiderült volna a nyuszi helyzet. Úgyhogy ezek érkeztek, és akkor a többit meg megnézzük majd még, mert hogy a hírek utáni közlekedési blogba is gyűjtünk még, illetve ha van valakinek most még információja, akkor szeretettel várjuk a következő pár perc, vagy el tudjuk mondani a hallgatóknak. Tudod-e, hogy ki lesz a hírszerkesztőnk ma reggel? Hát én László B. Katira gondolok. Jó, mert hogy a másikét hölgy, aki beszokta jelenteni. Mintha szundikálna. Szundikálnának, úgyhogy akkor ez a határozott tippünk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Egy tökélet.